A Forster Központ a 2014-2020-as időszakra fejlesztési koncepciót dolgozott ki, amelynek alapját a tartósan állami tulajdonban tartandó műemléki állomány fejlesztése, valamint a természeti és kulturális örökségek védelme adja. Az intézmény örökségfejlesztési programja a magyarországi kastélyok, várak és egyéb műemlékek fejlesztését célozza, amelynek részét képezi a kastélyfejlesztéseket összefoglaló Nemzeti Kastélyprogram, mely Pest megye településeit, közöttük a Péceli Rádai kastélyt is érinti. Forster Központnak a felújítási programjával 6 másik településsel együtt bekerült a Rádai kastély is, és igen örömteli, hogy az első körös építkezések itt zajlanak majd Pécelen, tehát ha minden igaz, jövő nyáron meg is kezdődik a felújítási munkálatuk. Lehet-e azt tudni, hogy már konkrétan miből fog állni majd a felújítás? Ezt egyelőre sajnos nem tudtuk meg a múlt heti értekezleten. Még folynak a tervezések, úgyhogy hát remélem, hogy mi hamarabb információt kapunk mi is erről. Volt-e esetleg valami probléma, ami már most felmerült? Hát amit mindenképpen már most jeleztek, hogy ugyan felújításra viszonylag nagyobb összeggel rendelkezésre, viszont üzemeltetésre ugyanúgy, mint ahogy eddigiekben is nagyon csekély a felhasználható összeg, tehát valószínűleg, hogy a kastélynak a látogathatósága ezután se lesz sokkal jobb, mint eddig volt. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal, hát ő aki a kastélyt üzemelteti több más kastéllyal együtt, és a továbbiakban is ők fogják a gondját viselni. A településsel, tehát az önkormányzattal van egy szerződés a ennek a központnak, és a kertészeti tevékenységekbe az önkormányzat beszáll, ezért cserébe folyamatosan a márványi staroporkróját használhatjuk.